Többláda szülő érkezett az Epreskerti óvodába, ugyanis az Egri Borvidék hegyközségi tanácsának kezdeményezésére összefogtak az egri szőlős gazdák, hogy a helyi óvodáknak ajándékozzanak a gyümölcsből. Bocsiné Perce Andrea, az egri kertvárosi óvodák szakmai vezetője elmondta, örülnek az adománynak, ugyanis az idei évben a koronavírus helyzet miatt nem voltak a gyerekek szüretelni, de mint mondta, így lehetőségük lesz megtartani az ehhez kapcsolódó programjukat. Az első folyamattól kezdve ők fogják feldolgozni a kapott szőlőt, megmossák, leszemezik. A szemezés közben matematikai tapasztalatszerzés, például verselés, ének, mondókázás, mindent be tudnak komplexen építeni az óvodapedagógusok, majd kijönnek ide az udvarra, van préselünk, és ők fogják a mostot elkészíteni, amit az ebédhez meg is tudnak inni. Farkas László, az Egri Borvidék hegyközségi tanácsának elnöke elmondta, az akcióval többek között szeretnék felhívni a figyelmet a szőlőtermesztés nehézségeire, valamint a szőlőfogyasztás ösztönzésére, amely, mint mondta, erősíti az immunrendszert is. A helyi óvodában is, ahol már hagyománya van annak, hogy a szőlővel foglalatoskodnak, akár még mustot is készítenek belőle, születibált rendeznek maguknak, születelni járnak, ez a helyzet nem újjon el a vírus helyzet miatt, tehát szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez az élmény megmaradjon, és a jövő generációjába is beleépüljön az a szeretet, az a szőlőszeretet, ami a borvidékünket jellemzi. Hozzátette, 4-500 kg szőlőt ajánlottak fel a helyi termelők, melyet 4 egri óvodának adományoznak majd.